No szerbusztok, gyerekek! Itt vagyunk ismét a Forma 1-gyel, és a pénteki szabadedzéssel. F2, mit csinál az F2? Igen. Gumit váltunk. Jó. Na nézzük meg ezt, hogy is van lenni. Jaj, megcsúsztunk egy picit. Azt is kihagytuk, jó? Renault-val vagyunk amúgy, és ezt a videót így fogjuk csinálni, vagy sorozatot, hogy ugye péntek, szombat és vasárnap. Hogy pénteken lesz a pénteki szabadedzés, szombaton lesz ugye a időmérő, és vasárnap pedig a futam. We're slow through the falling corners. Turn 3, turn 4, turn 6, turn 9, turn 14. Itt az első törésünk. Nem baj, lesz rá még egy körünk jobb lett, mint az előző. Ez a final lap of the program.
Azt elkaptuk, azt is elkaptuk, ez is megvan. Igen. És akkor vissza a garázsba. Benne lenni van. Hogy lehet az időt tekerni? Élő tévé. És itt előző autó, következő. Nézzük, hogy már mozsán. Második ha megnyomom az F8-at, akkor... Na, akkor leáll a stream, így felvétel. Jó, hát... Várjunk? Ja, hogy itt csak ennyi. Részletes. De ez a kormánybeállítás. Jó, hát akkor mindegy. Nézzük, hogy... Rozsán a legmagasabb. És jön meg Rozsán a boxban. Román jön a boxban. Carlos Sainz. Sainz a hatodik. Na nézzük ki, hogy áll Raikkonen. Ricardo a harmadik, Alonso a negyedik, Grosjean az öt, Sainz a hat,
best lap so far is a 1:36.1. Elsők vagyunk. Hogy is kell azt? Áttekintés. Esemény befejezése. Jó. An interesting practice session. Let's remind ourselves of the top three. Who are? Hamilton. Pénteki első szabad edzése. Most jön a pénteki. Második szabad edzés, és utána még egy harmadik, és az időmérő holnap, a futam pedig vasárnap. Hi. Na mutasd, mit tudsz. Hello. My name's Chris, and I'll be working with you as your chief of vehicle development. It'll be my job to get your feedback as a driver and to direct our upgrade design in the areas that you feel are most lacking. At each Grand Prix, we can run a series of practice programs and log the performance of the car as you drive it at its limit. This gives us data that we can utilize to develop various performance improvements. In order for me to know which upgrades to prioritize, I'll need you to select a development area that you'd like us to focus on. And you can do that in the R&D section of your laptop. Anyway, that's all for now. But I'll keep you up to date, okay? I'll see you soon. No, kérem szépen is, hogy a célunk mi is. A mi célunk az, hogy bejussunk a Ferrari-ba. Ülésébe, bocsánat. Motorerő. Mit fejleszünk? Motorerő, üzemanyag. Alváz. Leszorító erő, vagy légellenállás. Alváz. Jó. Irány a második szabad edzés. Szerintem csak ilyen egy köröket fogunk itt menni, aztán lesz, ami lesz. Hoppá. Hosszú legyen ez a pénteki szabad edzés. Ses videó. Okay, how's the car feeling? Don't be afraid to come in and change your setup. That's what practice is for. Hoppá, hoppá. We also want to be comfortable and consistent. Let's find that balance. No. Szerintem.
Akkor a második szabad edzést azt itt el is intéztük magunknak, szépen. Na, és itt mi van még? Jó, tudjuk. Na, a harmadik szabadedzést már menni fog talán. Mutassuk meg, hogy mit tudunk a renóval. Eddig jó. Elszóltam magam, nem baj. Rájkőnöm a leggyorsabb, kör egy 36. Szuper legyen. De még így is Kenterbe vettük. Jó, hát akkor visszamegyünk a garázsba. És feltartunk mi is egy szuper lágyat. Mit szóltok hozzá? Megnézzük, hogy... mit tud a szuper lágyacska?
masszánk egy kicsit útba volt. És még én kapok 5 helyes agybüntetést. Hát jó, van skacok, akkor... Jó. Akkor úgy érzem, hogy így ez a pénteki szabad edzés az úgy ennyi. És akkor majd holnap pedig találkozunk. A Renault, Rosberg and Daniel Ricciardo. Az időmérővel, vasárnap pedig a futammal. Fasza. Na nem baj. Úgyhogy majd akkor holnap. A viszontlátásra.